Gyűrűzött a sor június 19-én Tolnán a járási hivatalnál, ugyanis oltónapot tartottak. Azok érkezését várták, akik már be vannak regisztrálva, de még nem kapták meg az ellenanyagot, valamint a regisztrációban is segítették az embereket. A honvédség Janssen és Pfizer vakcinákkal oltott Tolna városában. Volt, aki csak a megfelelő oltóanyagra várt. Én nekem a vesémet kivették, 10 évvel ezelőtt átadtam a lányomnak, meg allergiás vagyok, és azért nem mindegy, hogy mit kapok. Hála jó Istennek, minden jó. Ez a két férfi más indítatásból szánta rá magát a vakcina beadatására. Hogy el tudjak menni bárhová, akkor ne kelljen otthon maradnom. Ne kelljen otthon maradni, meg hát fontos ez a védőoltás. Miért fontos? Hát, mert ma annélkül már lassan sehova nem lehet bemenni. Akadt azonban olyan is, aki részben a családja védelmében vállalta az oltást. Az oltás nélkül lassan sehová nem tudunk bemenni, és a családunkban is van krónikus beteg, meg idős, és őket szeretnénk megvédeni ezzel. Lehőcz Regina, a Tolna megyei kormányhivatal főigazgatója úgy nyilatkozott, az oltási nap célja az volt, hogy minél több településen, minél nagyobb átoltottságot érjenek el, és a helység lakosai védettek legyenek a vírussal szemben. Az eseményt nem csak Tolna városában rendezték meg aznap. Tolna megyében ma 8 helyen van oltási nap. Ez egy kiemelkedő oltási nap, részben oltóbuszokkal, részben pedig az oltópontok fogadnak időpontfoglalás nélkül oltakozni vágyokat, és kialakítottunk kisebb településeken is olyan oltópontokat, ahol szintén előzetes időpontfoglalás nélkül lehet jelentkezni oltásra. Mint ahogy itt is látható Tolnán, azért van még mindig érdeklődés, vannak olyan regisztrált oltakozni vágyok, akik valamilyen oknál fogva eddig még nem tudták felvenni az oltást, az ő igényeiket is szeretnénk kielégíteni, illetve segítséget nyújtunk azoknak is, akik valamilyen oknál fogva nem tudtak eddig regisztrálni. A helyben most minden egyes helyszínen segítünk, magában a regisztrációban is, hogy ők is fel tudják venni az oltást. Most a nyáron még tervezünk kisebb oltónapot egy-egy településen ott, ahol azt látjuk, hogy a regisztráltak száma még mindig magas, és többen vannak, akik nem kapták meg valamilyen oknál fogva az oltást. Oda még mindenképpen tervezünk ilyen átfogó nagy oltónapot, egyelőre most a nyáron nem tervezünk már a megyében. A megyei kormányhivatal elkezdte felmérni, mekkora igény van a 12-15 év közöttiek körében a védőoltás beadatására. Következő lépésként ugyanis valószínűleg ez a korosztály kaphatja meg a vakcinát.